én mondom a feleségemnek, hogy te, én kőbölcsőbe születtem. Nagyapám kőműves volt, és én mindig ott körülötte játszadoztam. Én már 6 éves koromtól a paraszt életben dolgoztam, aztán 18 éves koromban álltam be könyves tanulónak. És mivel nagyapám is elég jó műves volt, kőbe is jól tud dolgozni, én nekem is jól feküdt a kő. Mikor első éves segéd voltam, a mesterem egy öreg segéddel együtt figyelte, hogy hány követ teszünk be a falba egy óra alatt. Hát ki figyelte, hogy én annyit tettem be, mint az öreg segéd. Én is annyit tettem be. Úgyhogy nekem a kő már akkor is jó feküdt. És itten a főiskolát, ahogy elvégeztem, utána persze itt állt azért, hogy bronzba, kőbe, fába, vagy mibe dolgozunk. Hát én elkezdtem bronzba dolgozni, de a bronz az volt, hogy az öntésnél erősen átalakult. Úgy, hogy amire kiöntődött a bronz, már nem az volt, amit én elképzeltem. Hát a fába is próbálkoztam, de a fa, meg féltem, hogy akkor összekevernek a népművészettel, hogy népművész vagyok, mivel így a falusi embereket szerettem mintázni, farangni akkorában. Úgyhogy arra jöttem rá egy 5-6 év múltán, keresés után, hogy mégis csak a kő fele kell nekem fordulni, és 1960 körül volt már az az idő, amikor úgy éreztem, hogy nekem a kő az igazi arculatom. És akkor kőbe kezdtem el dolgozni.